Két megye, két város versenyével folytatódott a 2018-as Magyar Rally Bajnokság. Az OHP mezőnye pénteken Ózdon a gépátvételt követően egy salakos prológgal nyitotta a versenyt, majd Ózd és Salgótarján térségi gyorsaságig után vasárnap Nógrád megye székhelyére érkezett a céldobogóra. Persze közben sok minden történt, mely kinek így, kinek úgy befolyásolta a verseny és a bajnokság végkimenetelét. Az egyik legnagyobb ilyen esemény rögtön a verseny első gyorsaságián történt, ahol a bajnoki címre is esélyes Hadik Bacikál páros egy villanyoszlopnak ütközött, mellyel talán a bajnoki esélyek is ketté törtek, s a helyreállítás miatt az első és második Királdi körgyorsasági is elmaradt. A versenyen egy nagy visszatérőt is köszönhettünk, az egykori Rally Tour bajnokát, Nisz Ferencet, aki Begala Tamás navigálásával tért vissza a bajnokságba. Pontosan 11 év maradt ki, és pont ugyanígy a Salgó Rallin fejeztem be annak idején 2007-ben. Hát sok az új ismeretlen az egyenletben. Megpróbáljuk feldolgozni őket, megyünk, ahogy tudunk. Nagyon-nagyon sok van benne, de egyelőre elég volt ahhoz, hogy vezessük a kategóriát. Megpróbálunk gyorsulni, nagyon sok kihordás van benne, ami nekem még nagyon új, mert annak idején a mezőny elején mentem ugye Rally Tourába, meg Rally 2-be. Ezeket kell nagyon feldolgozni, hogy amihoz be van írva, hogy tő, azt ha szakadék van az út szélén, ha nem, azt mindig le kell tövezni, mert nincs mese. Az Ózd Rally nem számított bele a Peugeot Kupa értékelésébe, így a sárospataki Csomós Miklós a Barom Rally után nem indult ezen a versenyen. Itt volt azonban a másik két páros, akikkel az első kör szervízparkjában találkoztunk. Új navigátorom emelk ezen a versenyen, a másik navigátorom munkai elfogadtság miatt nem tudta vállalni ezt a versenyt. Az első gyors az elég ilyen összeszokós volt a navigátorom, amely nem mentem vele régebben. A kettes gyorsot próbáltunk menni egy ilyen óvatosabbat, a harmadik gyorságnál azért már vége felé egész jól elfogyott a gumink, úgyhogy most rakunk egy keményebb keveréket előre, mert nagyon a vége felét elspóroltam, mert már nagyon tolta az autó az órát, nem mertem neki nyomni. Szeretnénk célba érni, 13 másodperccel vagyunk az első helytől, nem feltétlenül szeretnénk elsők lenni, de mindenképpen célba szeretnénk érni. Nagyon hiányzott az első gyorsasági, mert mi arra készültünk nagyon, viszont én nem láttam az időket, de utána mondja Máté, hogy a Porsche után mi vagyunk a másodikok, úgyhogy én úgy érzem, mintha aludnék egy kicsit, még van elég sok benne a gyorsokba, szerintem most egy kicsit javítani fogunk, megpróbálom, hogy azért ott legyünk még, hogy nehogy valaki utolérjen minket. A Salgótarjáni célban egy lépéssel közelebb érezhette magát a bajnoki címhez a Turán Frigyes Bagaméri László páros, akiknek egy hullámvasúthoz hasonlított a verseny, s a hatodik helyen végeztek. Igen, kicsit közelebb vagyunk ehhez a dologhoz. Nagyon nehéz versenyünk volt, rengeteg apró hibánk volt. Nagyon jól indult a prologot, ugye megnyertük. Az első nap nem voltunk az igazán gyorsak, vagy nem voltunk az első háromban a tempónk alapján, de úgy éreztem, hogy ebben benne van az is, hogy láttuk az Andris esetét, hogy mennyit lehet veszteni egy ilyen versenyen, hány pontot lehet eldobni. De hozzáteszem, a setupunk, a beállításaink sem voltak tökéletesek. Ez a mai nap végére meggyógyult, gyorsabb lett a kocsi, sokkal jobban vezethető, sokkal jobb tempóval lehet a kocsival menni, és úgy érzem, hogy nagyon nagy esélyünk lett volna a Power Stage-et megnyerni. Sajnos nem jött össze, mert én hibáztam, az autó jó volt. Túl vagyunk, itt vagyunk ezen a hétvégén, értékes pontokat szereztünk, és megyünk tovább a meccsek rallyra. Az abszolút ötödik helyen a Balogh János Szőke Tamás páros végzett, akik szorgosan gyűjtögetik a bajnoki pontokat. Kinkes elvesnek mondható, hogy így ezt összekapirgáltuk, de voltak benne biztató pillanatok, úgyhogy ilyen szempontból nem vagyok elégedetlen. A tegnapi nap az egy kicsit nyűgös volt számunkra, mert kipróbáltuk ezt a rövidebb végáttételt az autóval kapcsolatosan. Volt egy ilyen turbonyomás problémánk is, úgyhogy kevés volt a tiszta gyorsság. Az első körben talán ott tudtunk jókat menni, aztán volt olyan gyors, ahol tényleg sokat kaptunk, úgyhogy így emiatt egy picit el kellett engedni ezt a történetet, és hogy a helyünkön maradtunk. Botolai Lászlónak az aszfaltos futamok fekszenek inkább, és ezt az ózdi abszolút negyedik helyezésével is alátámasztotta.
szeretem tudni, hogy mindenhol van tapadás, vagy hogy mikor, hol milyen tapadás van, és az aszfalton azért jobban megtalálható. De ezért jöttünk, hogy pódiumra álljunk, meg volt a tempónk, főleg a mai nap, most már tényleg második, harmadik, és idők is voltak, és az utolsó előtti szakaszt meg tudtuk nyerni abszolútba. Úgyhogy úgy tűnik, hogy lassan kezdünk beérni és felérni a többiekhez. Nem reménytelen, hogy a dobogóra is fel tudjunk állni ezek az idők szerint, úgyhogy ezt az utat fogjuk próbálni folytatni. A Velencei Ádám Szedő Csaba páros Kodára cserélte a Hyundai-t, és úgy tűnik, hamar barátságot kötöttek az új autóval. Igen, harmadikok lettünk. Feri összességében egy 10 másodpercre volt ugye az első hely. Én azt mondhatom, hogy örülnünk kell ennek nagyon, hiszen ez volt az az autóval az első versenyünk. Én bízok benne, hogy ettől csak jobb lehet. Tegnap nem túl jól kezdődött nektek a verseny. Igen, ugye egyből az első gyorsot azt törölni kellett, meg a következő körben ugyanúgy azt a gyorsot. De utána teljesen jó volt ugye az utolsó körre is. Ott kaptunk egy kicsit többet ezen a körgyorson, a többi mind szinte volt, hogy tizedek voltak, meg egy másodpercen voltunk négyen. Az abszolút második helyre érkezett a Kazán Miklós Tócsolcváros, akik úgy tűnik rátaláltak a Skodával a helyes útra, és az évvégi értékelésben is jó helyezésben reménykedhetnek. Mentünk több abszolút időt, ugye behúztuk a Power Stage-et, azért így nagyon sok pontot szereztünk, és emiatt azért a bajnokságban kezdünk jobban állni. Nem érződött a veszprémi bukás Vince Ferenc teljesítménye, aki új navigátorával, Holzer Dániellel magabiztosan autózva, szoros csatában, 4,5 másodperces előnnyel végeztek Kazárék előtt az abszolút első helyen, melyen tovább élnek a bajnoki reményeik. Ennek nagyon örülünk, tényleg így indultunk az ilyen versenyen, hogy nagyon szeretnénk nyerni. Nagyon nagy csata volt végig a két nap alatt. Próbáltuk beosztani már ezt a kis előnyünket. Itt az utolsó gyorsan már tényleg semmit nem kockáztattunk, mert elég vizes volt a vége, aztán szliggumin voltunk, nem akartam galibát, inkább mondom érjünk le és nyerjünk. Maradt esélyünk így a bajnoki címre. Igaz, jó kell szerepelnünk, de igazából simán meg lehet, úgyhogy most ez a célunk. A bajnokság októberben a meccsekben folytatódik, majd novemberben az Zemplén rallival zárul.